Sziasztok, és üdv újra a csatornán! Én Panni vagyok, és 19 éves lettem. Yay! Nem tudom, hogy ez a videó pontosan mikor fog felkerülni, de a lényeg az, hogy akörül, amikor betöltöm a 19. évemet, ami elég durva, mert én még mindig le vagyok ragadva a 16 éves koromnál, de mindegy. A lényeg az, hogy ahogy a címben is láthatátok, ebben a videóban 19 olyan dolgot fogok nektek elmondani, amit megtanultam az elmúlt 19 évben. Az első az, hogy nem szerencsés, hogyha a szülinapod karácsony környékén van, mert mindenki megsporolja az ajándékodat. És igen, ez így van nekem, egy héttel karácsony előtt van a szülinapom, és állandóan megkaptam a nagyobb családomtól, vagy volt egy barátaimtól is azt, hogy tessék, itt van egy szülinapi és karácsonyi ajándék egyben. Ami nem feltétlenül az ő hibájuk, mert karácsonykor mindenki le van égve, és senkinek nincs ideje arra, hogy még egy plusz ajándékot vegyen esetleg a szülinaposnak. Az már egy másik kérdés, hogy általában mindenki benne van a karácsonyi lázban, és mindenki már a karácsonyt várja, és mivel a szülinapja mindenkinek egy olyan nap, ami csak az övé, ezért egy kicsit így nem érzem annyira át, mert én is nagyon várom a karácsonyt, mindenki nagyon várja a karácsonyt, és egy kicsit ilyen macerásnak tűnik, hogy ja, nekem egyébként közben szülinapom is van. A második dolog, amit megtanultam, egy kicsit más témájú, ítélkezni és véleményt alkotni anélkül, hogy több szempontból megvizsgálnánk a dolgot, mielőtt véleményt alkotunk, nem szép dolog. Igen, ezt este 11 körül írtam. Elmondom, hogy mire gondoltam pontosan. Én egy nagyon olyan ember vagyok, vagy olyan lettem az évek során, aki utál ítélkezni és hirtelen véleményt alkotni, mert egyszerűen az van bennem, hogyha van egy esemény, van egy személy, van bármi, amiről valami elkezd kialakulni a fejemben, egyszerűen nem tudok egy konkrét véleményt hozni, mert látnom kell az összes többi nézőpontot, át kell gondolnom, és egyszerűen képtelen vagyok olyan lenni, mint egy csomó másik ember, akik csak látnak valamit, hallanak valamit, meghozzák az ítéletet. És szerintem ez egy nagyon rossz dolog, mert általában az esetek 99%-ában az az ítélet, amit az emberek hoznak, nem az, ami a valóság. A harmadik pont az, hogy viszont, hogyha esetleg van véleményünk, akkor ne féljünk felvállalni. Nagyon sokáig úgy éltem én is, hogy azt gondoltam, hogy az én véleményem csak rossz lehet, hogyha valaki mást mond, mert úgy éreztem, hogy nem értek eléggé ahhoz a bizonyos dologhoz, viszont rá kellett jönnöm, hogy az emberek véleménye mindig különböző lesz, és nem lesz két ugyanolyan világnézet, vagy két ugyanolyan, teljesen ugyanolyan vélemény, ezért nincsen általában olyan, hogy jó és rossz vélemény, szóval ne féljetek attól, hogy felvállaljátok a véleményeteket. A negyedik dolog az az, hogy igazat adni a másiknak, vagy belátni, hogy hibáztunk, nem gyengeség. Ez nagyon nehéz megtanulni, vagy egyáltalán észrevenni, mert általában belátni azt, hogy hibáztunk, vagy felvállalni, hogy igen, most te ezt jobban tudtad, elrontottam, bocsánat. Nagyon nehéz kimondani, mert a büszkeségünknek fáj, és azt gondoljuk, hogy ettől gyengébbek leszünk, ettől ez a másik ember feljebb való lesz, úgymond, de ez nem így van, egyáltalán nem így van, és minden tiszteletem azoké az embereké, akik be tudják látni, hogy ha esetleg nincsen igazuk, vagy be tudják látni azt, hogy hibáztak. Ötös, nem szabad félni attól, hogy mások nem kedvelnének minket, szóval ismerkedj bátran, mert amúgy sem kedvelhet mindenki, és ez nem jelenti azt, hogy rossz ember vagy. Szerintem az életem első 16 évét, lehet, hogy még 17 évét is úgy éltem le, hogy nagyon-nagyon féltem megszólítani embereket, oda menni hozzájuk, kezdeményezni bármit, mert az volt bennem, hogy mi van, hogyha nem kedvelnek, mi van, hogyha nem leszek nekik szimpatikus, vagy ilyesmi. És igen, nagyon sok önbizalom hiányos ember van, akik így látják, viszont meg kellett tanulnom, hogy amikor végül oda mentem egy emberhez, megszólítottam, beszéltem vele, általában semmi baj nem volt velem, és ugyanolyan szimpatikus volt, vagy hogyha bunkó volt, akkor az az ő szegénység bizonyítványa volt, és nem az enyém. Ezért soha ne gondoljátok magatokat rossznak, vagy rossz embernek, esetleg nem elég jónak ahhoz, hogy mások kedveljenek titeket. A hatos pont, hogyha nem emelegeted a hibáidat, akkor senki nem fogja észrevenni őket. Vagy hogyha észreveszik, nem fogja érdekelni őket. Ez egy elég érdekes dolog, és nem is tudom, hogy jöttem rá, de vannak emberek, akik képesek mindig meglátni magukban a rosszat. Én is ilyen ember vagyok, és nagyon sokáig szerettem mondogatni, hogy jaj, milyen x-lámam van, jaj, milyen bézna vagyok, jaj, milyen nem tudom, akármiket. És lehet, hogy ezek a dolgok megvannak bennem, de általában a többi embert ezek a dolgok nem érdekelték. És ezzel szemben pedig vannak olyan emberek, akár a közösségi médiában, akár az ismeretségi körünkben, akik tegyük fel, hogy kicsit túlsúlyosabbak, vagy nagyon vékonyak, vagy olyan testi hibájuk van, ami sokkal feltűrőbb, mint mondjuk az én karikás szemem, de soha egy rossz szót nem mondanak magukra, és észrevettem, hogy soha nem is érdekelt, hogy ők különböznek úgymond
a normálistól, hogyha lehet így mondani, ezt nem megbántásból mondom, csak hogy az emberek különbözőek, és a hibáinkat kiemelni szerintem a legnagyobb hülyeség, mert általában senkit nem érdekelnek. Ehhez kapcsolódó a 7. pont, hogy sokkal fontosabb elfogadni és nem törődni a külső tökéletlenségeivel, mint törekedni arra, hogy olyan legyél, aki nem vagy. Igen, főleg, hogyha olyan a külső tökéletlenség, amit nem lehet változtatni, tehát tegyük fel nekem, sokáig bajom volt azzal, hogy miért nem nagyobbak a szemeim. Ez egy olyan dolog, amit nem lehet aztán plasztikai műtéttel megjavítani, úgyhogy egyszerűen kénytelen voltam elfogadni, visszatérve az előző pontra, senkit nem zavart, hogy nekem esetleg kisebb a szemem, mint másoknak, tök mindegy. A baj az, hogy vannak olyan testi hibák, amiken lehet plasztikai műtétekkel javítani, és ahelyett, hogy az emberek ezeket a hibáikat elfogadnák, úgymond hibáikat elfogadnák, inkább megjavítják, és olyanok lesznek, akik ők nem valójában. A 8. pont. Attól, hogy neki valami jól áll, nem biztos, hogy neked is jól fog. Legyen szó kinézetről, belső tulajdonságokról, hozzáállásról, akármiről, hogyha látsz valakit, akinek nagyon jól áll az, amit csinál, egyszerűen átvenni ezeket a szokásokat, azt a kinézetet hülyeség, mert egyáltalán nem biztos, hogy neked is jól fog az állni, és ezt a saját kármon is tanultam meg, akár hogyha megláttam egy olyan frizurát, amit tetszett valakin, de rajtam borzalmasan nézett ki, frufru tegyük fel, vagy bármi, akár egy olyan smink, akár egy olyan ruha, de nagyon sokszor belső tulajdonságok voltak ezek, tehát például valakinek jól állt az, hogy nem tudom, nagyon temperamentumos volt, és néha akár még csúnyán is beszélt, és én is olyan akartam lenni, hogy igen, akkor vagány leszek, de egyszerűen nem állt jól nekem, és az ilyeneket észre kell venni. Nyilván kipróbálás nélkül nem mindig tudjuk meg, hogy nekünk jól állna egy bizonyos dolga vagy sem, de csak azért, mert valakinek jól áll valami, de közben neked annyira nem is tetszik, csak azt gondolod, hogy talán neked is jól fog állni, egy ilyen ok miatt nem szabad átvenni másoktól a dolgokat. 9-es. Ne vedd túl komolyan az életet. Igen, ez igazából bármikor előjön, amikor nagyon sok minden történik, vagy nagyon sok minden a nagy dolog. Nagyon azt hiszem, hogy az életem fog múlni bármin, és egyszerűen csak így eszembe jut, hogy na most már megint túl komolyan vettem az életet, egyszerűen nem lehet úgy élni, hogy ennyire stresszelek és ennyire komolyan veszek mindent, mert néha csak nevetni kell magamon, nevetni kell az életen, nevetni kell az eseményeken, és tovább lépni könnyedén. 10-es. Ne akard megváltoztatni azt, aki vagy, de fejlődni sose felejts el. Ezt a témát már kicsit érintettem egy korábbi videómban, már nem is tudom melyikben, de a lényeg az, hogy én nagyon-nagyon sokszor szerettem volna megváltozni, hogy más legyek, mint aki vagyok, és eleinte ez mindig úgy indult, hogy csak fejlődni szeretnék, kedvesebb lenni, odafigyelőbb lenni, bármi, ami pozitív irányba tolt volna el, viszont ez sokszor átment abba, hogy olyan tulajdonságokat is szerettem volna, amik alapból nincsenek meg bennem, és nem jönnének természetesen, úgyhogy idő után mindig nagyon rosszul kezdtem érezni magam azzal, amilyennek adom magam, és rájöttem, hogy ez egy nagyon rossz irány, viszont egyáltalán nem rossz irány az, hogyha kedvesebbek, odafigyelőbbek, szorgalmasabbak, akármibbek is szeretnénk válni. Olyan tulajdonságokból, amik eleve megvannak bennünk is, pozitív tulajdonságok. 11-es. A felnőttek is csak emberek, akik néha gyerekesebbek a gyerekeknél. Ez egy olyan dolog, ami eléggé sokkoló tud lenni, mert a gyerekeknek a felnőttek mindig egy ilyen ideál, mindig az, hogy egyszer majd én is olyan leszek, egyszer majd én is olyan élet leszek, és vagy pedig, hogyha másokban látunk hibákat, akkor arra gondolunk, hogy ezt majd úgyis kirövik felnőtt korukban, csak nem lesznek ilyenek. És először filmekben, aztán való életben is észre kell vennünk, hogy ez nagyon sok esetben nem így van, és a felnőttek is tudnak ugyanolyan gyerekesek lenni, vagy még gyerekesebbek, mint a gyerekek, akár pletykásak, akár életlenül viselkedő, akár még. És ezt úgy mondanám, hogy nem csalódás, hanem inkább úgy érzem, hogy én is ide fogok egyszer tartozni, vagy már ide tartozok. Az felnőttek egy kicsit emberközelibbé válnak, és rájövünk, hogy ők sem tökéletesek, sőt. 12-es. Az élet néha csak simán szar, és senkit nem hibáztathatsz érte. Ez nehéz elfogadni, mert vannak emberek, akik nagyon szeretnének mindig keresni egy hibást, hogy ez a dolog most ki miatt történt, ez a dolog most mi miatt történt, de az a helyzet, hogy az élet az nem mindig valami miatt történik. Az élet néha csak történik, és attól függetlenül, hogy szar-e vagy nem szar, általában csak a rossz dolgokat szoktuk észrevenni, hogyha jó dolog történik ok nélkül, akkor soha nem keressük a hibást vagy a tettest, hogyha viszont rossz dolog, akkor igen, és sokszor előfordul, hogy nincsen tettes,
a legkönnyebb az, hogyha elfogadjuk, ami történt, és csak megyünk tovább. 13-as. Ne felejtsd el megélni a jelent, ahelyett, hogy mindig a jövőre koncentrálnál. Egy bizonyos pontban az életében sokan rájönnek, hogy nem élik meg azt, ami történik velük, hanem mindig a jövőre koncentrálnak. És ezt nagyon-nagyon nehéz észrevenni, mert általában ebben élünk, hogy tervezzük a jövőnket, tervezzük, hogy mit fogunk csinálni fél óra múlva, mit csinálunk majd délután, mit csinálunk majd holnap, mit csinálunk jövő héten. Mindig csak tervezzük, hogy mit fogunk csinálni, és amikor eljön az, hogy igen, most ezt csinálom, akkor nem tudunk arra figyelni, nem tudjuk megélni, mert akkor meg a következő délután, a következő hetet tervezzük meg. És ez nagyon rossz, nagyon sok élmény egyszerűen csak így elúszik, vagy elmegy anélkül, hogy átélnénk, anélkül, hogy tényleg élveznénk. 14-es. Vannak dolgok, amiket nem tudsz megoldani, ezeket csak el kell engedni. Igen, ez kicsit hasonló ahhoz, hogy nem hibáztathatsz mindenért valakit. Én egy olyan ember vagyok, aki szereti megoldani a problémákat, a hibákat, legyen rendezett minden. Mert hogyha feljön egy probléma, akkor egyszerűen nem tudok rá úgy reagálni, hogy ó, most akkor sajnálkozzunk, ó, most ez de szar, hanem elkezdek kattogni, hogy ezt most hogy lehet megoldani, hogy lehet jobbá csinálni. Viszont vannak dolgok, amiket egyszerűen nem a mi feladatunk megjavítani, vagy pedig nincs annyi erőnk, nincs annyi képességünk, hogy ezt megoldjuk, és ezt el kell fogadni, hogy esetleg az más dolga, hogy ezt megjavítsa, vagy más dolga, hogy ezt a problémát megoldja, vagy eleve ilyen az élet, és majd magától megoldódik. A 15-ös pontot egy kicsit össze-vissza írtam le, de azt szerettem volna vele kifejezni, hogy nekem van a fejemben egy elképzelés, hogy én milyen nagyon szeretnék lenni. És úgy érzem, hogy ezért élek, hogy egyszer majd az a nagymama lehessek, az a nagymama, aki vicces, kedves, menő nagymama, úgymond. És szerintem az egy tök jó dolog, hogyha mindenki kitalál magának egy jövendőbeli nagymama képet, hogy ő milyen lesz majd, hogyha nagymama lesz. És nagyon sokszor eszembe jut, hogy ha valamit szeretnék csinálni, hogyha ezt most megcsinálom, akkor nagymama koromban büszke leszek-e rá, vagy sem. Olyan dolog lesz, amit hogyha elmesélek, akkor attól jófej nagymama leszek, vagy sem. És ez lehet, hogy fura dolog, de tényleg fel szokott írni a fejemben, hogy mi az, amit szeretnénk majd mesélni az unokáimnak, hogy milyen menő voltam, hogy igen, én is ezt megcsináltam, igen, és ezt kipróbáltam, ide mentem, oda mentem, és sokszor, hogyha egy döntés ijesztőnek tűnik, vagy egy olyan út áll előttünk, ami esetleg járatlan, és akkor beugrik, hogy ha nagymama leszek, akkor ezt azt szeretném mondani, hogy ó, igen, inkább a járatot választottam, vagy inkább nem utaztam körbe a világot, vagy inkább nem próbáltam meg. Szóval a 15-ös pontom az valahogy így akar kinézni, hogy minden döntésemben legyen benne az, hogy ha nagymama leszel, akkor büszke leszel-e arra a döntésre, vagy sem. Valahogy így. 16-os. Nevedd komolytalanul a mentális betegségeket. Igen, ez egy kicsit konkrétan pont, mint az előzők voltak. Ezt azért írtam le, mert egyszerűen megdöbbentő, hogy mennyi ember nem veszi komolyan az ilyen betegségeket, mennyi ember nem tudja átérezni, hogy ezek milyen dolgok, hogy ezek vannak, hogy ezek nem az ember döntése, hogy ez a betegségük van. Egyszerűen annyira ignoránsak, nem tudom, hogy ez egy szó, ignoránsak tudnak lenni az emberek, hogy a mentális betegek felé, hogy hisztiznek, hogy csak kitalálják, hogy nem is tudom, egyszerűen szörnyű. Szóval ez nem egy olyan dolog, amihez én is így álltam hozzá, és megtanultam, ez egy olyan dolog, amit másoktól tanultam meg, hogy vannak, akik ezt egyszerűen képtelenek komolyan venni, úgyhogy ez csak egy tanács, hogy igyekezzetek ti is komolyan venni az ilyen betegségeket. 17-es pont. Ha valakivel jót teszel, azt nem feltétlenül tőle kapod vissza. Nos, nemrég mondta nekem ezt a mondatot egy barátnőm, és ez egy olyan dolog, amire nem is gondoltam igazából korábban, mert valamiért azt tettem természetesnek, hogyha én kedves vagyok valakivel, akkor ő is kedves lesz velem, vagy hogyha velem valaki kedves, én automatikusan szintén kedves vagyok vele. És ez nem szívességekről szól, hogy valaki tesz nekem egy szívességet, és én aztán visszaadom neki, hanem tényleg csak mondjuk kedvességről, vagy segítségről, vagy ilyesmiről, amiért nem várok semmit, csak az lenne bennem, hogy ahogy azért azt gondolnám, hogy mondjuk hálás lesz. De sajnos tényleg az emberek van, hogy nem is képesek visszaadni azt, amit esetleg én adtam neki,
Viszont ez nem jelenti azt, hogy valaki mástól esetleg én nem fogom majd ezt visszakapni, valaki olyan és valakitől, akinek pedig én nem tudok adni semmit. És ez valahogy így az élet körforgása is kapcsolódik a következő ponthoz, mert ez nekem egy ilyen nagy életfilozófiám, hogy minden okkal történik, és minden mindennel összefügg. És egyszerűen ezt nem is tudom én máshogy látni, mert képtelen vagyok elfogadni azt, hogy vannak dolgok, amik ok nélkül történnek, vagy véletlenül, mert akkor is, hogyha egy olyan dolog történik, aminek nem látjuk értelmét, egyszerűen nem értjük, hogy ez most miért történt, egy szar dolog, most ez így hogy, nem látjuk az okát. Lehet, hogy évekkel később fogjuk látni az okát, lehet, hogy nem is a saját életünkben fog felbukkanni az oka, hanem valaki más életében, lehet, hogy soha nem tudjuk meg, hogy mi volt az oka, de én ettől függetlenül hiszek abban, hogy semmi nem történik véletlenül, mert egyszerűen ha valami megtörténik, annak meg, mert az azért történt meg, mert meg kellett, hogy történjen, lehet, hogy nem a te életed miatt, hanem valaki más élete miatt, akihez valami nagyon kacifántos módon jut el ez a dolog, és ez szerintem egy nagyon elgondolkoztató dolog, hogy mennyire minden egyes kis mozzanat összefügg a nagy mindenséggel. A 19. és utolsó pont pedig az, hogy mindegy, hogy hány éveseket látsz felnőttnek, mire abba a korba eljutsz, rájössz, hogy még mindig sehol sem vagy a felnőttségtől. És ez szerintem sokakkal így van, amikor 10 éves voltam, akkor a 14 évesek voltak a nagy emberek. 14 éves koromban a 18 éveseket láttam, most pedig, hogy 19 vagyok, és összetekintek a 18 éves koromra, de egyébként 19-re is. Én úgy érzem, hogy sehol sem vagyok a felnőttségtől. Egyszerűen most, tegyük fel, 22 évesek felnőttek. Na, ők már tényleg felnőttek. De hogyha egyszer eljutok oda, akkor valószínű, hogy akkor sem fogom magam felnőttnek látni. Szóval ennyi lett volna ez a szülinapi videó, remélem, hogy tetszett nektek ez a 19 pont, valószínűleg nagyon hosszú lett ez a videó, és gratulálok, hogyha eljutottál ideig és végignézted. Köszi egyébként, hogy végignézted ideig. Ez most nem volt annyira karácsonyi témájú videó, de szerintem még lesznek a csatornán karácsonyi videók, már csak egy hét van hátra karácsonyi valószínűleg. A lényeg, hogy kellemes további karácsonyi készülődést kívánok nektek, és találkozunk a legközelebbi videóban. Sziasztok!